Sziasztok! Kézdi Usztina vagyok, vagy a Pantor, vagy Lopanta. Én egy kicsit más jellegű prezentációt hoztam nektek. Egy offsite projekti működését, illetve a felmerülő problémákat szeretném nektek megmutatni. Kicsit projektmenedzsment szempontból. Nem lesz ennyi technológiai, mint az előtte lévő előadások. Mi volt a projekt? Salesforce-ot vezettünk be, ez egy szoftver, igazából egy call center alkalmazást vezettünk be. Egy multinacionális FMCG cégnél, igazából egyetlen egy lányvállalatánál, ami valójában a világon a hatodik legnagyobb piac egyébként ennek a cégnek, Spanyolországban. A projekt maga pilot projekt volt, tehát egy másik meglévő alkalmazást váltottunk ki, és ez egy kísérleti jellegű dolog volt, ha beválik, illetve, mint a tapasztalatok mutatják, bevált. Sikeres lett a projektünk, és ennek eredménye, hogy Európa többi országában is be fogjuk vezetni a szoftvert. Csak egy kis ízelítő, hogy is néz ki maga a nyitó oldal. Igazából egyetlen egy screenshot, ebből a funkciókat nem nagyon láthatjátok. Órákat lehetne róla beszélni, mint ahogy a számtalan demónk is volt, és kvázi egy órával alig lehetett bele zsúfolni a konfigurációs, illetve a custom developmenteket. Hogy nézett ki a csapatunk? Volt egy spanyol ügyfelünk, madridi székhelyen, az ügyfél oldali projektmenedzser Belgiumban székelt, Brüsszelben, EPAM oldalról, és eléggé vegyes volt a társaság. A business analyst és a projektmenedzser Budapesten volt elérhető, a technical architectünk Szegeden, a supportot Debrecenből adtunk, és fejlesztők és tesztek pedig Minskben voltak megtalálható. Azért írtam, hogy projekt jellemzők és nem előnyök, hátrányok, mert tulajdonképpen, ha megnézitek minden egyes pontot, lehet előnyként és hátrányként is értelmezni, annak függően, hogy van összerakva a projektim. Az első pont egy kicsit kilóg a sorból, ugye miért van létjogosultsága egy ilyen off-site teamnek? Költséghatékonyság. Nyugat-Európában jóval drágább a munkaerő, szokott mondjuk jól fizető ügyfelek, keleten pedig megfizethető munkaerő, jól képzett, tehát megvan a létjogosultság egy ilyen címnek. Egy konkrét példát hoztam nektek, hogy a többi jellegzetességét bemutassam, tehát az, hogy sok nyelvű a projekt, multikulti, személyes kontaktus, hiány életű fontossága, hogyan jelentkezik, technikai háttérbeli jelentős különbségek, az minden projekten megvannak az üzleti oldal és a fejlesztők között. Kommunikációnak is vannak jellegzetességei, illetve hogyan tudod koordinálni ezeket a tímeket, és hogyan tudod a határidőket betartani, illetve betartatni. Az ügyfelünk határozott kérése volt, hogy a követelményeket on-site workshopokon, tehát ilyen néhány napos workshopokon gyűjtsük össze, utána mindenki szépen visszavonul a saját háza pályára, és a háttérmunkát elvégzi. Ez főleg az üzleti oldaltól igényelt volna komoly háttérmunkát, de az üzleti oldalon hát viszonylag magas szintű vezetőket találtunk, akiknek voltak más elfoglaltságai is, és nem feltétlenül a következő call center alkalmazás featuring gondolkoztak. A határidőket viszonylag nagyon nehezen tudták betartani, és nem jöttek a szállítások. Már ott tartottunk, hogy veszélybe került a magának a projektnek a szállítási határideje is, amikor arra döntésre jutottunk, hogy nekem, mint business analystnek on-site kellene lennem egy kicsit, és összegyűjteni azokat a hiányzó követelményeket, amiket nem sikerült telefonos megbeszéléseken olyan környezetben, ahol a Spanish a projekt hivatalos nyelve, illetve teljesen más munkakultúrával dolgoznak. A megoldás az volt, hogy eltöltöttem két hetet on-site, és meg fogtok lepődni, de a két hét alatt több eredményt értünk el, mint az azt megelőző ilyen workshopos, és mindenki saját maga dolgozik megoldásban. Tehát megjöttek a követelmények, a fejlesztők megértették, hogy miről van szó, és lezártottuk a szoftvert. Konklúzióként mit lehet elmondani egy ilyen tímra? Nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan rakjuk össze a tímeket, és hogyha jól van összerakva a csapat, akkor ez egy működőképes koncepció, viszont nem kikerülhető, hogy valaki legalább egy ember eltöltsön az ügyféllel megfelelő mennyiségű időt on-site. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kérdések és válaszok. Még gondolkodtok a kérdéseken, és nálam van a mikrofont, akkor én jelenleg is a kérdéssel. Ez valószínűleg egy ilyen terjedelmesebb team volt, amiben együtt dolgoztam. Mi volt a férfinők aránya, és kikkel volt nehezebb együtt dolgozni? Nagyjából fele-fele arányban voltak egyébként a fiúk és a lányok. Az ügyfél oldalon egyértelműen női szakasz volt. Egy korszentek azért jellemzően még mindig nők dolgoznak inkább. És fejlesztői oldalon a projektmenedzsers volt férfi, a technikavállalatok is jellemzően férfi, bár egy sem feltétlenül így van manapság. És a development team az fele-fele arányban volt szerintem fiú-lány. És még egy megdöbbentő dolog, a lányokkal sokkal nehezebb együtt dolgozni. Ádám? Az lenne a kérdésem, hogy azt mondod, hogy kommunikációs nehézséget okozott azt, hogy az ügyfél és a fejlesztő team között volt távolság. Az nem okozott a kommunikációs nehézséget, hogy igazából két-három emberenként más városokban volt a team. Ez egy komplex team volt, tehát nem feltétlenül a távolság okozta a problémát, hanem a nyelv. Tehát már ott elkezdődött a probléma, hogy telefonkonferenciákon kellett volna begyűjtenünk vagy pontosítanunk a kérdéseket is. Mondjuk volt egy kifejtendő kérdés a spanyol ügyfél felé, amire megkaptuk a választ, hogy yes, yes, yes. De mi ez? Igen vagy nem? Yes, yes, yes. És tehát így már így elakadtunk, hogy ezt ugye nem tudjuk leküzdeni. Ezt amikor felteszed egy kérdést és látod az üveges tekintetet, akkor felteszed másképp a kérdést. Tehát telefonon keresztül nem látod. Az üzlet, ő már úgy gondolta, hogy ő már olyan részletességgel specifikálta az igényét, hogy ennél részletesebben nem lehet, hogy bejött hozzám, én 800 kérdést feltettem, nyilván amikor be kell áraznunk, hogy mennyi idő lefejleszteni egy ilyen dolgot, ugye ott a határidő a nyakunkba, a fejlesztő meg azt nézi, hogy tehát én ebből nem tudok fejleszteni. És akkor ugye leginkább nem a távolság okozta, hanem a távolság és a kommunikáció módjának különbsége okozta a problémát. Nem erre céloztam, arra céloztam, nem volt-e az, hogy szétosztott volt maga a team is belső, a teamen belül. De ennek is meg a hatása, tehát például az ilyen team building-ek kifejezetten hiányoztak, tehát így nem tudott olyan személyes kapcsolatnak team munka kialakulni, mint hogyha egy ilyen vagyunk. Ezeket a nehézségeket, amiket mondtál, láttam az valaha példát arra, hogy mérni lehet? Hogy mennyit problémát okoz az, hogy másos szentűsről beszélnek? Tehát mondjuk a kérdés az az, hogy hogyan tudjuk azt mérni, hogy az akcentus mennyi problémát okoz? Hát az összes többi ilyen. Szerintem még nem mértük, de érezhető. Tehát akkor, amikor mondjuk össze vagyunk zárva... Én is érzem, meg kell érezni. Igen, tehát amikor össze vagyunk zárva, akkor ugye vissza tudsz kérdezni. De mondjuk egy konfkólon kizárt dolog, mondjuk most itt a prezentáció idejére utalok, hogy 5 perc a prezentáció, ott egy elköszönés tovább tart. Tehát nem mértük, de valószínűleg. Itt előre volt egy kérdés. Igen, azt akartam kérdezni, hogy célosztára én pedig rákérdezek, hogyha az ügyfél az nem spanyol lett volna, hanem finn, akkor is pontosan ugyanez az eredmény lett volna, tehát ugyanezt a prezentációt adtok volna el? Nem biztos. Mert belgákkal is dolgoztunk, ugye a projektmenedzser belga volt, és ugye nem csak Spanyolországban fejlesztettük ezt az alkalmazást, hanem ugye úgy kellett kialakítani, hogy ez egy összeurópai megoldás legyen. Ezért más országokat is bevonunk a legelejére. Belgákkal biztosan egyszerűbb lett volna. Legalábbis nyelvi szinten biztosan. Ott nem okozott volna az problémát, hogy nem tudtuk, hogy mit mondanak. Igen, tehát a kulturális számban, most a kultúrára vonatkozott a kérdés, hogy milyen kulturális különbségek vannak, azt tudni kell, hogy ugye egészen más, tehát időzónák is vannak, érintettek voltak a projektben, Minsk az időnként 1 óra, néha 2 óra különbséggel van hozzánk képest, mert hogy ők nem állítanak órát. A spanyolok viszont egészen más munkatempóban léteznek, tehát 5 órakor nem csak elmentek, és pénteken fél-fél munkanak.
illetve egészen másként köszönjük most a határidőkhöz. Még az elállunk, igen. Szerinted azzal nem lehetett volna javítani a kommunikációt, hogyha egy nagyon jó minőségű videokonferenciát csináltok sima telefonbeszélgetés helyett? Skype-ot is használtunk, Webex-nek a hangsávját is használtunk, de nem beszéltek olyan szinten. Tehát bizonyos országokban ez probléma, muszáj vagy lenni. Máshol például feltételezem Belgiumban, a helyemmal, de nem ez probléma. Jó, csak azért kérdeztem, mert mondtad, hogy az üveges tekintetet a telefonon nem lehet látni. Hát egy jó videótelefonon már azért lehet? Igen. Ez nem feltétlenül mindig adottak az ilyen lehetőségek. Én azt akartam kérdezni, esetleg egy kicsit ilyen interaktívabb processz, tehát hogy már elkezdtek dolgozni az implementáción és demókon keresztül érzékelhetni az ügyfélre, hogy mik a problémák ezen. Mivel nem csak spanyoloknak fejlesztettük, ezért a követelmények nagy részét az már a fejlesztés megkezdése, illetve a konfiguráció megkezdése előtt látunk kellett. Amikor konfiguráltunk, akkor volt folyamatos iteráció, és gyakorlatilag két hetente demoztuk, hogy na, most akkor ezt csináltunk, most azt csináltunk. Illetve amikor a custom developmentek jöttek, az volt tipikusan ez a szakasz, amikor nem nagyon lehetett ezt megcsinálni. Elnézést, az utolsó kérdés magamnak nagyon. Elárulod, hogy te mit csináltál ott két hét alatt? Tehát azt mondtad, hogy megcsúszott a projekt, oda mentél, és két hét alatt megoldottad az egészet. Mi volt az eszközöd? Köszönöm szépen!